Hát lehet, hogy látszik a képen, hogy elég gyúzott vagyok. És a csapat is le van harcolva, én is le lettem harcolva. Összességében azt mondom, hogy a ottani találkozó az, az tényleg jól sikerült, nagyon harcosak voltunk, nagyon megdicsértem a fiúkat, és tényleg dicséret illette őket. A mai produkciónak, hát 40 percig azt mondom, 42 percig talán ott is, tizen, ha jól emlékszem, 19-18 volt, amikor a Mátét lecseréltem. ami nem tetszett a mai nap, hogy megadtuk magunkat. És ezért lett egy ilyen nagy arányú vereség, mert 19-18 után kaptunk egy 5 0 sorozatot csináltunk, utána hát egy-egy gólot tudtunk lenni, de a végén megint egy talán négy nullás sorozattal zártuk ezt a... elfáradtunk. Tehát a mi csapatunk nem ugyanaz a csapat volt, mint a múlt heti hiányoznak az embereink. Zsolnai Zsolti, ugye, aki megsérült, nincs balkezes szélsőnk valójában, a lau kényszer megoldásból játszott. Őt kell még dicsérnem, a 38 éve iparkodott, próbált helytállni, Tomi próbált helytállni. most azokkal vagyok elégedetlen, akik, akik tényleg így epizód szerepet kapnak, nem nagyon tudtak hozzánk. Problémáink vannak, és nem akarok mentegetőzni, de tényleg az hogy három belső emberünk volt a mai napon. Sérülés meg betegség tizedeli a csapatunkat, akik nem edzenek velünk, tehát a kettős játékengedélyesek, nyilván velük erősödni fog a társaság, belső poszton erősebbek vagyunk. A Gigler Pisti vissza fog talán térni, balkezes szélsőnk lesz. Tehát Tóth Bálint beteg volt, nem szerepelt. Tehát tudnám sorolni az okokat, de nem akarom fölmenteni magunkat, mert mondom, ami nem tetszett, hogy megadtuk magunkat, és ez volt nekem a legnagyobb bajom, mert ma minden hibát elkövettünk, jó magam is, hogy belögtem a hetedik játékost a pályára, Szabinak a lefutása, az becsapott engem. Szóval a mai produkcióval 40 percig elégedett vagyok, a utolsó 20 perccel meg teljesen elégedetlen. Tehát a végén azért, mert elfáradtunk, tehát, senki nem tudott már jót csinálni. Hibát hibára halmoztunk, csomó technikai hiba, nem tudom, tehát 12 technikai hibát biztos ilyen eladott labdát csináltunk. És a legutóbbi mérkőzés is ez volt a probléma, hogy ott is 9-4-re vezetünk cegléden, és 9-4 után csinálunk sorozatba hibákat, hibákat, és úgy tud az ellenfél fordítani, és vezet utána 12 10 talán, és úgy 14-12 volt. A mai napon is az elején hibákat követtünk el, technikai hibák sorozata, nem megfelelő dinamikával elvégzett lövések, és, és ebből aztán könnyű indítás gólokat. Tehát amikor ellenfélnek odaadjuk a labdát, ingyen labdákat, akkor könnyen gólt És a másik fél ez ugyanez volt ebben a szakaszban, hogy olyan gyermekek, ilyen bejátszások, hogy, 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 ráviszem a védőre, azt oda akarom dobni a, el, a társamnak, és persze elvisz, elüti a védő, elviszik, és utána keresztül futnak rajtunk szerkezetben jobban álltak, jobban romboltak, védekezésben keményebbek, erőszakosabbak voltak, tehát felöröltek alapvetően minket, és talán ez volt az elején is, akkor még nem voltunk úgy benne a játékban, hogy bele kellett volna érkezni, a végén meg már nem volt megfelelő erőnk hozzá.